Január 26-áról 27-ére virradó éjszaka során egy egyelőre ismeretlen eredetű lakástűz ütött ki a Jókai Mór utcában Sátoraljaújhelyen. A tűz során egy személy sérült meg, akit jelenleg 8 napon túl gyógyuló sérülésekkel kezelnek Miskolcon. A ház teljesen leégett. Kigyulladt és teljes terjedelmében leégett egy 40 négyzetméteres családi ház Sátoraljaújhelyen a Jókai utcában. A Sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek kihoztak 7 gázpalackot az épületből, amelyeket hőhatás nem ért. A helyszínen tartózkodtak a mentőszolgálat munkatársai is. A házban lakó nő szerencséje volt, hogy egy néhány házzal arrébb lakó személy felfigyelve a járókelők jelzéseire átment az égőházból kimenteni, így mire a mentők és a tűzoltók megérkeztek, már biztonságba került. Tokas Leventét hősies magatartásáért Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhelyváros polgármestere elismerő oklevéllel tüntette ki napirend előtt az éppen esedékes képviselőtestületi ülésen. Az utcán a járókelők jelezték, hogy tűz van, vagy füst jön ki. Megpróbáltunk bejutni a kapun, zárva volt, mind a két kapun volt, átugrottam a kerítésen, és akkor a hölgyet belülről megszólítottam, ő meg azt mondta, hogy nem tud kijönni, erre az ablakon át kihúztam az égő házból, közben a járókelők hívták a tűzoltóságot, a mentőket, és akkor addig meg a hölgyet kint tartottuk az utcán. Tűzoltóság munkatársai szerint nem gyakoriak az ilyen jellegű tűzesetek a városban és környékén. Az pedig nem egyedülálló, hogy egy magánszemély házában akár 7 gázpalack is legyen.